Ahogy arra számítani lehetett, a Győr korábbi sikeredzője Konkoly Csaba lett az Alko FKC vezetőedzője. Az Etóval 4 magyar bajnokságot és hazai kupasikert ünneplő, valamint bajnokok ligája döntőt játszó tréner a tervek szerint a bajnokság végéig irányítja a fehérvári gárdát. A két klub vezetése és jó magam is úgy sikerült megegyeznünk, hogy erre a elkövetkező 4-5 hónapra a fehérvári kézilabda életbe szeretnénk minél maradandóbbat alkotni, hát remélem, hogy sikerülni fog. Az újdonsült vezetőedzőnek már is itt az első komoly kihívása, hiszen szombaton az Ajecsár elleni KEK 8-at döntő visszavágóján csapatával a vasárnapi 4 gólos előny birtokában ki kell harcolnia a továbbjutást. Az a cél, hogy az a fajta magabiztosság és az a fajta munka, amit eddig elvégeztek a lányok Mihály Attila kollégámmal és Sitibeával, az ne törjön meg, és mindenképp a már említett pozitívumokra támaszkodva az ellenféltől tapasztalt olyan védekező és támadó taktikai dolgok ellen felkészülhessen a csapat, hogy eredményesen játsszuk le ezt a visszavágót. Nem csak a KEK-ben, a magyar bajnokságban is cél, hogy az Alko a legjobb 8 között végezzen. Mindenképp ez az alapvető célkitűzése, hogy a klubnak, a klubvezetésnek is, és amikor megkerestek, akkor ez volt az elsődleges szempont, hogy úgymond elvállaltam ezt a feladatot, ezt a feladatkört, mert érdekelnek ezek a kihívások, és hát állok elébe. Konkoly Csaba azt is elárulta, hogy nem tervez változást a szakmai stábban, tehát segítője Siti Beáta lesz, aki eddig is a csapat mellett dolgozott. Az Alko FKC különítménye holnap reggel indul Zajecsárba, ahol este átmozgató edzés szerepel a programban, pénteken már a meccsre hangolásé lesz a főszerep, a KEK visszavágót pedig szombaton 19 órától rendezik.